Egy nagyon pici gyakorlással fogjuk kezdeni a kuplung, gáz, fék összhanggal, utána egy emelkedőn történő elindulás, illetve emelkedőről leereszkedés, egy szlalom feladat, egy holland kapu, 8-as kikerülés, és mögöttetek, amit kerülgettetek, az egy lóhere nevezetű gyakorlat lesz. Elméleti és gyakorlati tréninget tartott motorosoknak a Nógrád megyei rendőrség a napokban Salgótarjánban. A Nógrád megyei rendőrfőkapitányság megyei balesetmegelőzési bizottsága a mai napon rendezte meg a motoros szezon kezdetéhez kapcsolódó felkészítő tréningét. Salgótarjánban, a Gyurty János városrészben lévő rutinpályán megjelent motorosoknak elméleti és gyakorlati képzést tartanak. Az ügyességi feladatok végrehajtásával a jelentkezők olyan felkészültségre tehetnek számot, amely nagyon fontos elem a több hónapos kihagyás után újra motorra ülő járművezetőknek. A programon megjelent 14 motorosnak, többek között Kótner Zoltán, címzetes rendőrfőtörzászlós, a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának motoros járőre tartott oktatást. Kótner Zoltán a közelmúltban aranyérmet szerzett a rendőrmotorosok nem hivatalos ügyességi Európa-bajnokságán, tehát a legjobbtól tanulhattak a vezetéstechnikai tréningen résztvevő motorosok. Az oktatás segítette Lackó István nyugalmazott rendőr a lezredes, volt rendőrmotoros kiképző is. Az elméleti képzés során sok egyéb mellett a helyes motorbeállítást is megtanulhatták a résztvevők. Nagyon fontos, hogy ezt a motort a kormányon keresztül irányítani kellene, nem pedig kapaszkodni a kormányba. Így lehet ülni motorod, csak nem lehet irányítani, mert kapaszkodni fogsz a kormányba. Neked ez az egész kormány hátrébb és picit fölfelé kellene, hogy jöjjön. Hogy alap esetben a kéztartás valahogy, hát hogy ezt a kormány el is tud fordítani, amennyit legalább képes elfordulni. A legtöbben azért vettek részt a tréningen, mert itt ellenőrzött körülmények között gyakorolhattak. Én egy másfél éve kezdtem el motorozni, viszont minden motorosnak ajánlott, hogy ellenőrzött körülmények között tudják gyakorolni a vészhelyzetre adott reakciókat, és itt erre van lehetőségünk. Az elméleti oktatás után következett a gyakorlat, ahol számos feladatban kellett bizonyítaniuk felkészültségüket a motorosoknak. Indul!